Lehetett volna családi indítatásból jogász vagy tanult szakmája szerint közgazdász. De az első lemezszerződés, mert a Bonanza Banzai nevű nagysikerű formációval megtalálta, végképp eldöntötte a sorsát. Ákos közel 30 éve van a pályán, és bár művészete és személyisége megosztó, mint minden nagy sikert elért művészé, elvitathatatlan profizmussal műveli a közönség szórakoztatását. Minden kellék, mely ma már szinte elengedhetetlen egy nagy sikerű rockkoncerten, itt is jelen volt. Az Ákos dalok jelentős részében jelenik meg a szakralitás vagy a transzcendencia. Ákos azt mondja, akkor hiteles egy előadó, ha önmaga gondolkodását, életszemléletét tudja a színpadra vinni. Engem egyebek mellett ez is érdekel, az életben az ember foglalkoztatja egy csomó kérdést, és ideális esetben azokról ír, amelyek foglalkoztatják. Hát nekem ez fontos, ezért erről ír dalokat. Olyan sokan vannak, akik másról is írnak, meg sok dalom van, ami másról szól. De úgy gondolom, hogy ez fontos téma. Erről gondolkodom, és megnyilvánulok róla. Az ember néha úgy érzi, hogy véletlenül van ott, ahol van, és aztán egyszer csak vannak kegyelmi pillanatok, amikor minden a helyére kerül, és akkor nem érzi azt, hogy nem ide jöttem, nem ezt akartam, de sokszor éreztem már úgy, hogy ezeket a sorokat olyan környezetben énekelem el, ahol egyébként tök a helyemen vagyok, úgyhogy ez egy érdekes kontraszt. Ákos lemezeinek egyik ismérve, hogy azonos dalok jelennek meg rajta más-más feldolgozásban. Igazából ez egy játék szerintem. Kötelező, hogy ez a játékosság megmaradjon az emberben, mert ezzel tartja ébren a saját érdeklődését. Gyakorlatilag újra kell tanulni a régi dalokat is ilyenkor. Tehát teljesen más részek kerülnek bele, meg máshol vannak a hangsúlyok. És hogyha az ember egy kicsit, hogy mondjam, pipiskednie kell a próbán, akkor a figyelem nem lankad el. Én azokat is megértem, akik azonos módon, vagy a lemezverziót játsszák egész életükben, és azt sem tartom egy ördögtől való dolognak. Mi ehhez a módszerhez folyamodtunk, vagy erre szoktunk rá, hogy ne kényelmesedjünk bele abban, mit csinálunk. Lassan 30 éve zenélek, és nyilván vannak olyan dalok, amelyeket szinte kötelezően játszani, vagy mivel azonosítanak bennünket, és nem akarom úgy a kötelezőséget, nem akarom kötelezőnek érezni magamra nézve, és tehát akkor viszont olyan formában játszom el mondjuk a Hello-t, az Ilyenek voltunkat, vagy a nagyobb slágereink javarészét, amit én ugyanúgy szeretek, mint megszületésükkor, de hogyha valamit PP játszunk, akkor az nyilván kevesebb örömet okoz a játszónak, és az előbb-utóbb valamilyen módon meg fog jelenni abban, ahogy a színpadon viselkedik. És én ezt nem szeretném megengedni magamnak, hát ennyi az egész. Én mondhatom, hogy kivételesen szerencsésnek érzem magamat, mert én beleragadtam egy gyerekkori álomba, és gyakorlatilag az 52. születésnapom felé menetelek, és most is kamasz vagyok lényegében. Hogy ez mikor dőlt el? Talán az első lemezszerződésünk, én másodéves voltam a Közgazdaságtudományi Egyetemen, amikor aláírtam a életem első lemezszerződését, és akkor ez volt az első, én talán fordulópont, még soha nem gondolkoztam ezzel, úgyhogy most kicsit nehéz felidézni, élőadásban próbáljuk megszűrni ezt a gondolatot. A másik pedig az volt, amikor szólistaként is elfogadott a közönség, és az első szóllemezem a Karcolatok, úgyhogy még a anyazenekarom, a Bonanza Banzai még javába száguldott. Ez egy mellékes lemeznek szántam, csak az akusztikus vágya kiélésének szántam ezt a lemezt, és hát nagyon nagy siker lett belőle, kicsit nagyobb siker is lett, mint a zenekari lemez abban az évben, amiből hát nyilván bizonyos konfliktusok is születtek. És emlékszem, hogy akkor Samu barátomat, a basszusgitáros mentort hívtam fel, hogy te figyelj, Samu, óriási baj van. És mi van? Hát mondom, a lemez társaság alá akar velem iratni egy 3 lemezre szóló szerződést. És mi ezzel a baj? Adnak előleget? Mondom, adnak, de fogok én még tudni 3 lemeznyi dalt írni. Hát el se tudtam képzelni. Minden lemez után az az érzés az embernek, most is egy nagy lemezfelvételi munka végén vagyunk, és úgy kell bennünket ekrazita kirobbantani a stúdióból, hogy eljöjjünk játszani a már régóta meghirdetett előadásainkra, mert most egy másik fázisban vagyunk, munkafázisban. És ilyenkor, mikor az ember a végén van egy viszonylag hosszabban zajló kreatív folyamatnak, úgy érzi, hogy mindent kiírt magából, mindent odaadott, nem tud már semmit mondani, én el sem tudom képzelni, hogy lesz még következő lemez.
Kéne, hogy sorrend legyen a rockszínpad az írás és a színházi munka között, de ez egyszerűen kivitelezhetetlen, meséli. Az én sorsom egyik furcsa eleme, most komikus vagy tragikus, ezt nehéz eldönteni, hogy kicsit olyan, mint a tányérpörgető száma a cirkuszban, hogy mindig 12 tányér pörög a levegőbe, és az egyik mindig így el akar fáradni, és le akar bucskázni, és akkor oda kell ugrani, meg kell tekerni a pálcát alatta. Úgyhogy milyen együtt érzek a kínai tányérpörgető cirkuszi művészekkel, mert az én életem is bizonyos értelemben hasonló.